Gondolkodtál már azon, hogy hogyan lesz ebből ez? Lehet egyáltalán dínóból benzin? A rövid válasz az, hogy igen. Mutatom, hogyan. Hát így. A teljes folyamat ettől persze sokkal hosszabb, de nem bonyolult. Maradj, és a videó végére nagyobb dínóolaj szakértő leszel, mint Rasgeller és Hortai Olivér együttvéve. Ehhez viszont az kell, hogy feliratkozz. Jön a főcím, szóval még időd is lesz rá. Na kezdjük! Induljunk néhány axiómával. A fosszilis energiahordozók, kőszén, kőolaj és a földgáz nem képesek megújulni. Legalábbis belátható időn belül biztosan nem. A több száz millió év alatt felhalmozódott készletet az emberiség egy szempillantás alatt használja el. Szakértők szerint, ha ilyen ütemben haladunk, a kőszén készlet még néhány száz évig, a kőolaj viszont csak 30-60 évig képes biztosítani a világ szükségletét. A 100 millió éves kialakuláshoz képest ez igazán rövid idő. A kőolaj felfedezése és feldolgozása világszerte új korszakot teremtett a gazdaságtörténelemben. Már az ókori Mezopotámiában is olajlámpa biztosította az esti világítást, az ősi Japánban fazekasáruk ragasztására használták, Kínában a só kinyerésére, Egyiptomban pedig a balzsamozás egyik fő összetevője volt. A kőolaj a középkorban forradalmasította a kémiai hadviselést. Bizánc az égő folyadék fegyver, azaz a görög tűz segítségével olyan technikai fölényre tett szert, amivel évszázadokon át sorozatban nyerték a csatát. Az ipari forradalmat követően a kőolaj az élet minden területére beférkőzött. A legtávolabbi falvakban is a petróleum lámpák adták az esti fényt, a gyárakban megnőtt a munkaidő, majd a belső égésű motorok elterjedésével azóta is nélkülözhetetlen maradt. Az olajforrások felfedezése és birtoklása az addig jelentéktelen országokból és térségekből hegemóniákat emelt. Így ezek kiaknázásáért soha nem látott gazdasági, diplomáciai és katonai versengés vette kezdetét. Most pedig jöjjön a várva várt dínós rész. Az olajképződés összetett évmilliókig tartó geológiai, kémiai és biológiai folyamatok halmaza. A kőolajképződés kiindulási anyaga tulajdonképpen elhalt élőlények szerves maradványa. Biológiai szempontból az olajkeletkezés olyan mikroorganizmusokkal kezdődik, mint az alga és a plankton. Körülbelül 500 millió évvel ezelőtt ezek az egyszerű szervezetek hatalmas mennyiségben népesítették be a világ óceánjait. Életciklusuk végeztével a mikroszkopikus maradványok az óceán fenékre hullottak, ezzel pedig kezdetét vette az olajképződés. Annak ellenére, hogy népszerű az olajképződés esetén a dinozauruszokra való asszociáció, valójában a nyersolaj nagy része nem dinozauruszokból származik. Ez a félreértés valószínűleg az olajlerakódások korából ered. Ezek az organizmusok úgy nagyjából 600 millió évvel ezelőtt éltek az óceánokban, ez az időszak pedig átfedésben van a dinoszauruszok idejével. Magyarul egy időben léteztek. A dinoszauruszok teste azonban csak elenyésző részét képezi annak a szerves anyagnak, amely végül olajjá alakult. Bocs, haver, ez van. Most pedig jöjjön egy kis hardcore tudomány. Az olajképződés során az élőlényeket felépítő fehérje, zsír és szénhidrát molekulák elemeikre bomlanak, hogy a megnövekedett hőmérséklet és nyomásviszonyok mellett szénhidrogén molekulákká épüljenek. Mit jelent ez pontosan? Azt, hogy a kiindulási anyag mindenképp a magas fehérje tartalmú algák vagy állatok elhalt anyaga, amely alkalmassá vált a szénhidrogén képződésre. Ahogy ezek a biológiai anyagok felhalmozódtak, létrehoztak egy vastag, szerves anyagban gazdag réteget, az iszapréteget, az óceán fenekén, amelyet forráskőzetnek nevezünk. Ezt követően megy végbe a diagenezis. Nehéz szó, a jelentése még nehezebb, de ha idáig eljutottál, akkor ez sem lesz bonyolult. Miután további iszaprészecskék kerültek a korábbi iszaprétegre, ezen anyagok lassan átalakultak, szilárd szerves anyaggá. A biopolimerekből geopolimerek képződtek, és a szerves anyag kerogénné alakul. Ez a diagenezis. Ezen szerves anyag olajjá alakítását egy geokémiai folyamat követi, amelynek kulcsfontosságú tényezői a hő, a nyomás és az idő. Ezt a fázist katagenezisnek nevezzük, ami során a kerogén hidrokarbonná alakul. A
kerogén bontása során először bitumen keletkezik, amit további szénhidrogén vegyületek követnek. Olyanok, mint a metán, etán, propán, bután és a többi nyers olajat alkotó szénhidrogén. Amennyiben a hőmérséklet és a nyomás tovább növekszik, a kerogén egyszerű szénmolekulákká és vízzé bomlik le. Ezt a folyamatot metagenezisnek nevezik. Ha nagyon le akarnánk butítani ezt a folyamatot, akkor azt mondhatnánk, a szerves anyagok egymásra rakódása, baktériumok, nyomás, hő, biokémiai folyamatok és elképesztően sok idő együtteséből lesz a kőolaj, aminek egy kis részét valóban dínók alkotják. De ezzel nincs vége. Miután létrejött az olaj, az nem marad a forráskőzetben, az anyakőzetből elkülönült kőolaj és földgáz a nyomás hatására vándorolni, migrálni kezd. A gravitációs erő és a fölötte levő kőzetek által kifejtett nyomás az olajat felfelé mozgatja, ez az elsődleges migráció. Így jut el az olaj az anyakőzetből a tárolókőzetbe. A másodlagos migráció a felhalmozódásig, vagyis a csapdázódásig jut. Mit jelent ez pontosan? Az, amikor az impermeábilis fedőkőzet megakadályozza a további migrációt, és a szénhidrogének a tárolókőzetben kialakult csapda szerkezetben rekednek. Na és ez mit jelent? Szerencsére van erről egy nagyon precíz ábránk. Itt láthatjuk az elsődleges és másodlagos migrációt. Azt, amikor az olaj bereked, a kőzet pedig megakadályozza annak további mozgását. A szakirodalomból kimazsolázott fogalmazás miatt bonyolultan hangzik, de ha ránézel az ábrára, akkor egyáltalán nem az. Most, hogy ezt megértettük, beszéljünk egy kicsit a kőolaj típusokról. Filmekben mindenki látott már kőolajat, hol hordóból kiöntve, hol pedig a víz felszínen úszva, de ezek a képek sokszor felületesek. A kőolaj valójában nem feltétlenül fekete. A színe a világos barnától egészen a szurok feketéig terjed, és egy ilyen sűrű, kellemetlen szagú folyadékként kell elképzelni. Igazából minél világosabb, annál értékesebb a piacon. A minőség szempontjából fontos a nyersolaj sűrűsége és kéntartalma, mivel ezek határozzák meg az olaj feldolgozhatóságát és finomítási költségeit. Az olaj típusa attól is függ, hogy milyen szénhidrogén típus a fő alkotó eleme. A kőolaj alapvetően paraffin, naftén, aszfalt vagy átmeneti bázisú lehet. Természetesen a különböző típusú nyersolajok felhasználástól függően előnyösebbek, illetve kevésbé preferáltak. A finomítóknak könnyebb üzemanyagot és dízelolajat előállítani alacsony kéntartalmú vagy édes nyersolajból, mint például a nagy kénkoncentrációjúból. Ezzel szemben a nehéz nyersolaj sűrűbb, viszkózusabb és nehezebben áramoltatható. Ez azért van, mert magasabb kéntartalommal és alacsonyabb gravitációval rendelkezik, tehát jelentősen több aszfaltéves nagy molekulájú szénhidrogén tartalmaz, amelyek nehezebben bontódnak le, emiatt nehezebb a finomítása. Emellett fontos szempont a kitermelés helye, az olaj szállításának költségei és a kereslet-kínálati egyensúly a világpiacon. Több tucat különböző olaj benchmark van, mindegyik egy adott földrajzi terület nyersolaját képviseli, azonban a legtöbbjük ára a Brent Crude, a VTI és a Dubai Crude benchmark valamelyikéhez van kötve. Vannak persze kisebb kőolaj benchmarkok is, de ezek inkább a regionális piacokon játszanak szerepet, a világpiacon erenyészőek. Végezetül pedig nézzük az Európa és Észak-Amerika számára legfontosabb olajtípusokat. Ez a világ egyik legfontosabb olaja. Az árfolyamának változását az egész világon követik a kereskedők, ugyanis gyakran használják referenciaértékként a különböző típusú kőolajok árának meghatározására. A Brent olaj az Északi-tengeren lévő 15 olajmezőből kerül kitermelésre. Jellemzőit tekintve a Brent olaj egy alacsony sűrűségű és kéntartalmú kőolaj, amely lehetővé teszi a könnyű dízel és benzin üzemanyagok hatékony előállítását, azonban az előállítási költsége az egyik legmagasabb. A VTI az Amerikai Egyesült Államokban kitermelt olaj rövidített megnevezése. Annyit tesz, West Texas Intermediate. Kémiai jellemzőit tekintve alacsonyabb kéntartalommal és magasabb gravitációs értékkel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy könnyebb, mint a víz, ezáltal könnyebb feldolgozni. Ezt nevezik Light Sweet Crude olajnak. A kémiai összetétele miatt kiváló minőségű, ezért kimondottan értékes is. Gyakran használják tüzelőanyagként, vagy finomítják különböző petrokémiai termékekre. Ideális a benzin előállításához szemben a Brent olajjal, amiből inkább dízelolajat készítenek. Az Urals Oil az Oroszországban kitermelt olajtípus megnevezése. Van belőle alacsony és magas kéntartalmú, azaz light és sour változat is, attól függően, hogy Oroszország melyik részén termelik ki. Mivel az édes északi-tengeri Brenthez képest az Ural olaj kénesebb, azaz savanyúbb, ezért árhátrányban szenved.
Fontos azonban leszögezni, hogy Oroszország Szaúd-Arábia után a második legjelentősebb kőolaj exportőre a világnak. A globális export 12%-áért felel. Számokban mérve ez közel 11 millió hordó per nap kitermelést jelentett az ukrán-orosz konfliktus kirobbanása előtti évben. Az orosz olajkitermelés jelentős része azonban az Urálon túl, főleg nyugat-szibériai régiókban zajlik, ahol az év nagy részében fagy uralkodik. Nyáron viszont mocsaras lesz a talaj, emiatt pedig nagyon körülményes a fúrás. Ezért a kitermelés költséges és rendkívül rugalmatlan, ugyanis a fagyveszély miatt csak új kút fúrása árán lehet elzárni egy termelőkutat. És ezzel a kis piaci kitekintővel hatalmas kört tettünk, de legalább tökéletesen lefettük a dínóból benzin nevű mítoszt, vagy helyesebb úgy fogalmazni, hogy részletszegény állítást. Ha tetszett a videó, mindenképpen iratkozz fel, a like gombot nekiméld, kommentben pedig írd meg, hogy melyik a kedvenc dínód. Brontosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus rex, Staphylococcus. És ami még fontos, ha tetszett a mai videó, akkor szerintem ezt is szeretni fogod. Sziasztok!